az amerikai szenátus többségének vezetőjével, a demokrata Chuck Schumerrel, illetve a kisebbséget vezető republikánus Mitch McConnell-lel is találkozott. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, aki Joe Biden amerikai elnök meghívására az Egyesült Államokba látogatott. Zelenszkij világosá tette, hogy segítségre van szüksége. Azt mondta, ha megkapja a segítséget, Ukrajna megnyerheti az Oroszország elleni háborút, mondta a találkozó után Schumer. Joe Biden a szenátustól egy további 110 milliárd dolláros amerikai segélycsomagot kért Ukrajnának, azt azonban a szenátus eddig nem szavazta meg. Az Ukrajnának nyújtandó támogatásért cserébe a republikánusok szigorú biztonsági változtatásokhoz ragaszkodnak az amerikai-mexikói határon.